folyton csókolóznom kell. Vagy csókolózom, és aztán beteljesül a szerelem, vagy csókolózom, és utána elhagynak. Egy csók miatt megölnek, egy csók miatt öngyilkos leszek. Vagy csókkal kezdődik, vagy csókkal végződik, de biztos, hogy mindig benne van a csók. Az egy kardinális kérdés az operában, minden akkor épül föl. Hogy akkor a nyál az egymás szájába megy. Hát a kutyám az egész életét a csókok bűvkerében tölti, mert megtanítottuk neki azt, hogyha nyalogat, meg hogyha erőszakosan rági a kezem, tehát kvázi csókolózik, akkor figyelmet kap, simogatást, vagy bármit. Ez azért kellemetlen egyedül, mert a papika kizárólag faszos puszikat tud osztani, ami hát úgy... nem tudom. Átom modellt Jézusként, ahogy Júdás csókot ad nekem, az mondjuk inkább volt vicces, mint bensőséges. Mint ha bevárnám az ollomat egy másik ember ollába. Van egy csomó dolog, ami csóknak hívnak egyébként a konyhába. Hát, hogy találkozom vele minden nap. Négercsó, habcsó, ami egyébként a világon mindenhol Pavlovának hívnak, tehát náluk hívják csak csóknak. Meg ezt szoktuk csinálni. Nagyon finom. Nekem a csókról a mononukleózis nevű betegség jut eszembe, amit az angolok kissing disease-nek hívnak, azaz csókolózók betegségének, azért, mert ez egy ilyen pubertáskori, korai 20 éveseknél nagyon gyakori és kifejezetten fertőző betegség. Az Epstein-Barr nevű vírus, vagy a citomegalovírus okozza, és egy jó 3-4 hétig tartó lázat, nyirokcsomógyulladás, torokgyulladás, májgyulladás, lépmegnagyobbulást okoz. Csókról sok minden eszembe jut. Judit, meg egy utcasarok, meg egy, hát, nyilván események, meg tömegek, nyelvek, nyálas ízék, csiga is eszembe jut, és aztán, és persze az, hogy a halottnak a csók. A csók az egy nagyon intim valami, amit csak akkor adok, vagy csak akkor kapok, hogyha valakit nagyon szeretek, vagy hogyha valakihez nagyon vonzódom. Csók? Hát a Csók István galéria. Ez egymással a Benu meg a Ábel, az óvodájukban. Szerintem a Fidesznek volt egy plakátja annak idején, 25 évvel ezelőtt, amiben Brezsnyev elvtársa és Erich Honecker szenvedélyesen csókolóznak, és egy plakáton voltak megörökítve. De ezt mindig rettenetesen furcsáltam, ugye ez nyilván egy ilyen orosz szokás, tehát onnan jött a szovjet elvtársak hozták, hogy ezek a nem túl szépséges párt férfiak mindig meregen szájon csókolták egymást az ilyen találkozókban. Most hallottam, hogy úgy fogadta a szocialista államok vezetőit Brezsnyev, hogy szájon csokolta, de nem elég, hogy szájon csokolta, átdugta a nyelvét is. Gondolom vissza nem mert így dugni a nyelvüket egy kis lefetyre Brezsnyevvel. Azon kívül a csók meg az roppan majdnem olyan intim, mint a dugás. Tehát ha valaki féltékeny csókra, lehet, hogy féltékenyebb, mint hogyha egy csók nélküli dugásra bizonyos esetekben, vagy nem. Az Áron egyszer az öltözőben megpuszilt a Kingát. Kamaszkoromban simán beszoktam a filmslágerekből, hogy a csóknak mézize van. És mérhetetlen csalódással töltött el, amikor 68 nyarán a Balatonparton kiderült, hogy mégsem. Persze arra gondoltam, hogy velünk, konkrétan a nyelvünkkel van valami baj, de hát azóta is van bennem valami aggodalom, mert mi van akkor, ha mégis víz? Csak nekem nem volt ez igazi soha. Igazából az első csókélményem lányokhoz kötődik, és nem egy fiúhoz, vagy nem egy első szerelemhez. És igazából elég tudatosan és programszerűen is zajlott, mert lakótelepi lányként, a lakótelepi barátnőimmel, akikkel igazából nagyon össze voltunk nőve, négy kis boszorkány. Picit undorító. Kitaláltuk, hogy találkozunk egy nyári délutánon a garázsok mögött, és megtanítjuk egymást csókolózni. És
sorsot húztunk, hogy ki kezd kivel. Timi Niki, Niki Edit, Dorka Timi, és szépen mindenki végig csókolózott mindenkivel. Semmilyen szinten nem volt erotikus élmény, bár igazából nekem Timivel egész jól sikerült a csókom. Az első csók az, hát nem tudtam eldönteni, ez most kurva jó volt, vagy rettenetes. Mindenesetre hirtelen ért. Nem voltam rá felkészülve, úgyhogy jó is volt, meg nem is. Inkább nem volt jó, nem volt jó. Remélem az a csaj nem nézi, aki, mert ez megtörtént. Neki azt mondtam, hogy jó volt. Az első csókom az Ausztriában történt, egy osztrák fiúval. Nem voltam nagy hazafi, nem magyar fiúnak tartogattam az elsőt. És egy szörftáborban voltam, és a szörfoktatom. Majd csókolóztam először. 13 évesen. Klaus. Ez már nagyon régen volt. Sok első csókra emlékszem. A legelső az olyan volt, hogy nem én csókoltam meg önmagamat, hanem odaszorítottak egy régi fához, egy régi elhagyatott kertben, és egy fejlett nő a számra tapadt, és ugyanakkor a két karjával odaszorított a patörshöz. Ezt a nőt Rácz Erzsinek hívták, és akkor úgy éreztem, hogy beléptem abba a férfikorba, ami változatos, nemi élményeket jelent majd a jövőben is. Nagyon egy 10 emeletes házban lakott, és amikor buli volt, akkor mindig nála aludtam, mert sokkal tovább engedett el, mint anyukám. És egyik este haza kísért a Zoli, és ott csókolóztam először a mamánál a lépcsőházban a lift előtt. Nem különleges történet, ugye az első szerelem, Balog Évának hívták a leányzót, osztálytársam volt, és hetedikesek voltunk, vele csókolóztam először. Na, azt akarom mondani, hogy amikor a csók ért, akkor ez volt az apa, és én mint egy ilyen odaszegzett Krisztus, szinte nem is számítottam a csókra, csak egyszer csak a nő odajött, és már ő feszítette ki a kezemet, és így álltam, és akkor rátapadt a számra. És akkor úgy éreztem, hogy mintha egy elvarázsolt állapotba kerültem volna, fogtam magam, és hazafutottam. Igazából több első csókolózásom is volt, és mindegyik más volt, szóval mindegyiknek meg volt egy ilyen saját különlegessége. Az első csók egy barátságvonat alkalmával történt, Kelet-Berlinbe mentünk, és NDK-s csajok azonnal nekem is bejött. Nem tudom, ez lehet, hogy ilyen automatán működött, hogy kiment a magyar, és volt csaja. Csókolóztam vele egy buli közepén, de valahogy eltűnt a csaj, és többet valahogy nem akart velem szóba állni, és nem értettem, hogy mi járt. Utána aztán elmagyarázták, hogy át kell dugni a nyelvet a csók közbe, tehát meg kell azzal dolgozni, nem elég csak tátott üres szájjal rátapadni az ő szájára. Hát ez jut eszembe.